Üdvözöllek, dicső lovak, szép a ruhát, szép a lovad, mi szél hozott, mondsz, áres, mi vajon a szíved tele? A kicsi sűsült, igen. Hát a sűsült egy pár szó szétszettem. Tehát elvileg az ő mechanizmusát is én terveztem. Báb mechanikus és bábszolgál. Volt olyan, hogy a három sűsüt újra kellett a szemét, mert eltört a szeme, pedig nagyon jó megcsinálta a Kemény Henrik annak idején a szemeket, mégis eltört. A mozgató szerkezet, a madzag az így körbe megy benne, és az nagyon könnyen el tud ám akadni. Uh-huh. És hogyha forrasztásnál kilágyul a részdrót, meghúzza az ember a zsinort, és összegörbül az egész, és elromlik. Tehát úgy kell megforrasztani, hogy ne lágyuljon ki. Jó. Te számolj tovább, jó? Jó. Hát, jó volt. És kikerült a három figura a forgatásra, és a forgatáson bizony már nem működött. Tehát valahogy úgy vitték ki, hogy elromlott a szerkezet, és ott volt a három bábú, nem működött. Ezt ott kellett maradni éjszaka, hogy másnap reggel lehessen forgatni. Mind a három bábú rossz. És akkor éjszaka, ha tényleg azt mondtam, hogy hétszer szedtem, szerintem százszor szétszedtem. Már úgy nézett ki, hogy minden működik, és akkor kiderült, hogy nem. Akkor volt az, hogy jött az ingerrel, jött Dezsőre hajnalban így fenyegetőzve, vagy hol van már, kész van már. Azt mondta, agyon ütlek, hát hogy képzeled el? Miből vagyok én? Óriási! Na, most próba következik! Hát úgy kerültem ebbe a produkcióba, hogy a Halloween Bábszínházban nagyon elegem lett. Fölhívtam a Foki Ottót, akivel én a Pannonia filmstúdióban elég sokat. Nagyon jó barátságban voltam vele, és fölhívom az Ottót, hogy te Ottó, baj van, én el akarok innen jönni. Azt mondja, hogy figyelj, ott van a televíziónál a Léva is, annyi ugyanolyan hülye, mint te, vagy nagyon jobba lesztek majd. És akkor fölhívtam a Léva és Annyit. Én nem tartottam ugyanolyan hülyének, mint nagyon szimpatikus volt, és ő vitt be az egyik forgatása az ötös műterembe. Tőletek most elbúcsúzunk, új otthonunkba utazunk. Viszlát, sűsünk!